Köszönöm, hogy megjelentek nálunk. Az én nevem Keresztes Gergely, MyPV-nél dolgozom. A kollégám fog webinár alatt minket segíteni, tehát a chatben feltehetik neki a kérdésüket. Ki is jelentkezek. A csapatunk, dr. Gerhard Rimpel, ő a cégvezető és a cég alapítója, illetve a fejlesztési részlegnek a vezetője. Folytatom is, a kollégám, akit említettem, Talal Butt, ő a értékesítés dolgozik, ő a Magyarországért a felelős értékesítő. Pár mérföldkövet magáról a cégről, ugye 2011-ben lett alapítva a MyPV, először mint egy kereskedőn napelem termékekkel kereskedtek, majd ezt hamarosan felváltotta a felkutatás és a fejlesztés. 2013-ban került ki az Elva, az első termék a piacra. Erről itt majd a webinár során szó lesz. Ez mai napig egy létező termék, és fönn van a palettán. 16-ban került az AC-Elva-jé. Ez most már egy kifutó termék, erről is majd szót ejtünk. Az Aktor és Aktor 9S-es verzió, ezek akik, amik most gyakorlatilag a főhúzó, vagy mondhatjuk úgy, hogy a zászlós hajói a cégnek. Tavaly sikerült egy céges épületet felépítenünk, átadnunk, üzembe helyeznünk, most már egy éve, több mint egy éve igazából benne is vagyunk, most már második telet csináljuk meg benne. Hamarosan meg szólt értek itt is az érdekességekről. Itt van maga az épület, amit ugye tavaly adtunk, tavaly előtt pontosabban szeptemberben átadva. Érdekessége, ami azt hiszem egyből feltűnik, hogy erősen napelemmel fel van ruházva. Innen ugye nem látszik, de az épület minden oldalát, tehát az északi oldala is be van rakva napelemmel. Ezek részben a kísérleti laborhoz tartoznak, és ott látják el a labort feszültséggel, a nagy része viszont magát az épület energiáját támogatja. Az érdekessége ennek, hogy ugye föl is írtam, hogy volt egy prognosztizált költség, ugye most egy mínusz 400 euróba adtam meg, hogy ez költség lett volna, tehát ennyit kellett volna még ráfizetni ahhoz, hogy az épület teljes éves fenntartására. Hát ezt a hála Istennek a valóság kicsit megcáfolta, és egy bruttó több mint 15 ezer eurós bevétellel zártuk az első évet. Nincsen, tehát csak tisztán elektromos fűtéssel működik az épület, amit természetesen a mi termékeink támogatnak. Pár szót eltünk itt az alapkoncepcióról. Itt ebben az ábrán, hagyd mutassam be, csak egész röviden. Azok is talán, ha most sikerült ezt elővarázsolnom, egy ilyen mutatót. Sikerül? Nem sikerül. De sikerül. Tehát itt az első két negyed körben, negyed cikkelyben az látható, hogy mire tudjuk az elektromos, tehát napelemes energiát, áramot használni. Ugye van egyszer lehet akár elektromos autót tölteni, lehet a háztartásnak az elektromos fogyasztóit vele ellátni, illetve termikusan is lehet használni a napelem energiáját, akár melegvíz előállítása, akár magának az épület fűtés. Ebbe fogok egy kicsit részletesebben belemenni. Ugye a fotovoltaikus energiának a lényege, hogy a környezetből hozunk be egy kis többletenergiát, és hogyha ezt túlnyomó többségben tudjuk az épületben bevinni, ez jelentős előnyökkel jár, mind környezeti, mind pedig költség szempontokból. Pár szót ejtsünk itt magáról az épületekről, mert nálunk az épületek elég erősen a fókuszban vannak. A régi építményeknél egy rossz szigetelésekkel, erős hőhidakkal a fűtés egy jelentős részét tette ki a költségeknek, illetve magának az energia felhasználásnak.
ehhez járult hozzá az áram és a melegvíz. Hát itt az elektromos autót hozzátettük, ez nyugaton már egy elég erős tendencia. Magyarországon még csak most kezdünk ebbe belemenni, de hát reméljük, hogy jövőnek ez lesz a jövő zenéje. Ha mint egy ilyen régi építményt felújítunk, vagy magában az új építésben gondolkodunk, akkor az arányok itt jól láthatóan megváltoznak. Abszolút értékben ettől az áramfelhasználásunk nem biztos, hogy kevesebb vagy több lesz. Meleg vizet sem feltétlenül fogunk más felhasználni, és elektromos autó fogyasztása sem annyi lesz más, viszont a fűtésünk erősen képes redukálódni, és így már sokkal kiegyenlítettebb energiaelosztás, energiamixben tudunk gondolkodni. Nézzük csak meg, hogy ha az épületben ugye általában a probléma pont az, hogy a napelem ugye amikor termel, gyakran főleg a családi háztartásokra igaz ez, hogy amikor napelem termel, nem vagyunk otthon. Így a termelést nem tudjuk elhasználni. Ez most ugye az elmúlt hónapokban volt a nagy témája, és a napelem branzs Magyarországon ez hát felzúdult, mint a mékas. És itt, hogy figyeltem az eseményeket, ugye az első gondolata mindenkinek az volt, hogy akkumulátor. Ebben az irányba kezdett mindenki gondolkodni, nyilvánvaló, hát ismerjük, van az autóban, van a telefonunkban, van mindenhol, akkumulátor. Ami jellemző, itt ezt fölírtunk, egy ilyen 5 kWh-s akkumulátor, az, ami a mi tapasztalatunk alapján egy jellemző méret, amit ugye felhasználnak a családi háztartásoknak. A melegvíz felhasználás, ugye ebben ez a szemben mondjuk egy ilyen 15 kWh-ra lehet ugye megsatszolni. Ha viszont magát az épületet aktiváljuk, és ugye beton elemeket is belevesszük ebbe a mint hőtárolási kapacitásba, és így vesszük, úgy szemléljük az épületet, mint egy hőtároló massza, abban az esetben ugye egy ilyen durván 120 négyzetméteres beton alapú építésnyi háznál akár 25 kWh-s tárolási kapacitással is számolhatunk. Itt látszanak az arányok. Ha itt nincsenek ugyan a föltüntetve az árak, mert hát az rendkívül változó, de azt hiszem, itt önök közül elég sokan dolgoznak itt a napelemes területen, úgyhogy gondolom tudják, hogy egy akkumulátor milyen nagyságrendbe kerül, tehát itt ilyen több ezer, 3-4 ezer eurós költségekkel számoltunk egy ilyen 5 kWh-s akkumulátor esetében, még egy melegvíztároló, ez egy 300 literes, az akár 1000 eurót is. Attól függ persze, milyen a felszereltség, 1000 eurót ki tud jönni. Lépjünk egy picit tovább. Ezt most annyira részletesen nem megyek el, majd úgyis a webinár után megkapják ezt a fóliát, ott majd egy kicsit át lehet nézni szépen nyugodtan. Itt röviden igazából a három termék, az ami jelen pillanatban 354 termék az, ami erősen ugye, fut és fönn van a portfóliunkon. Ezt bemutatnám, itt visszamegyek a legérrel, itt ez az Elva. Erre utaltam már rögtön az elején. Ezt rögtön ebbe belemenjünk, hogy ez mi is pontosan. Ugye egy fűtőszál, amit napelemről direkt lehet ellátni. Az új termékünk az AC Elva 2-es. Ugye ezt melegvíz használatra, vagy akár ugye, a puffertartályba is lehet használni. Ez egy teljesen új termék. Még nem kapható, most tavasszal fogjuk piacra dobni, bemutatása már megtörtént. És a zászlós olyunk, amit említettük, az Aktor és az Aktor 9S-es, ez a teljesítménymenedzser, melyhez ugye van egy külön, pontosan ez a fűtőszálat, az külön kell hozzá megrendelni, megvenni, egy külön egység, és ennek is megvannak a magellenyői, majd belemegyünk. Itt van még a Wi-Fi meter, ezt ide kettőjük közé tettem, mert itt ugye arról szól, hogy a napelem túltermelését használjuk el. És a napelem túltermelését igyekszük mindig a házban bent tartani. Ahhoz, hogy tudjuk, mennyi ez a túltermelés, az kell egy mérőegység, erre szolgál az a Wi-Fi meter vagy Wi-Fi meter. Kezdjük is az Elvával. Ez egy szigetrendszerű egység. Az ábrán látszik, hogy itt az zöldre van jelölve, ez a napelem, itt jön el a piros fekete DC kábel, és becsatlakozik az Elvába. Ami ugye föltűnhet, hogy nincs inverter. Tehát
tényleg valóban így van. Az ELVA alján van két MC4-es csatlakozó, pluszos, minuszos, abba a napelemeket direkt kell becsatlakoztatni. ELVA-nak van egy saját MPP tracker funkciója, így az optimális pontra tudja kalibrálni a napelemet, és igyekszik kihozni a napelemből a maximális teljesítményt, amit el tud fűteni itt benne a melegvíz tárolóban, így készíti a melegvizet. Ugye ennek a nagy előnye az, hogy a sima egyszerű elektromos bojlerrel szemben, hogy napelemről működik. Inverter nélkül. Több referenciánk is van szerte Európa, a világban is, meg főként Európában. Itt látszik alul, tehát itt van egy ilyen családi házban szokták ezt javaként javarészt használni. Itt van egy puffer tároló, nem látszik teljes egészében, ide van beépítve, ez a fej, ez ugye ez kívül van, a tárolón kívül, alul mennek az egységek. Itt még látszik egy USB interfész is, amivel ugye ki lehet olvasni az adatokat. Előnye, ugye maga az, hogy az maga a szigetrendszer, hogy ezt nem kell egy hálózatba bekötni, nincsen teljesen független a szolgáltatóktól. Melegvizet tud biztosítani, fűtés rásegítése alkalmas, többet lehet párhuzamosan is egyszerre használni. Ahogy említettem, inverter nélkül működik. Télen-nyáron alkalmazható, ugye természetesen különböző hatásfokkal, és hát ennek egyszerű költsége van, tehát egy vásárlási költség, illetve a beszerelés költség, és onnantól kezdve gyakorlatilag karbantartásmentes költség. Jó, lépjünk tovább, itt akkor igen, itt a Wi-Fi meterről egy pár szót, ugye pár mondatban, hogy is működik ez az AC rendszereknél. Ugye említettem, hogy amikor a napelemről, amikor bejön az inverter átalakítja AC-ba, akkor nem tudjuk felhasználni, betápláljuk a hálózatba. Ez ugye most nagyon a kényes kérdés, miniszter úr bejelentése óta. Itt még azért sok minden egy kicsit zavaros, de ugye úgy tudjuk, hogy egy zéró betáplálást szeretnének elérni. Úgy működik a Wi-Fi meter esetében, hogy amikor detektálja a betáplálást, akkor arról egy routeren keresztül információt küld, hol is mutassam meg leginkább. Itt az ACLV 2-es esetében, ugye jön az invertertől az áram. Ez itt a hálózat engedélyesnek a mérőórája, a kettő között, ugye, tehát itt rögtön a hálózati engedélyes előtt van a Wi-Fi méter, ő méri, hogy mennyi ez a betáplálás, erre küld egy jelet, egy információt, egy adatot, az AC-val kettesnek, aki tudja, hogy mennyi, innentől kezdve, hogy mennyi a túlteljesítés, túlteljesítmény, a betáplálás. Így a teljesítményt, a fűtési teljesítményt beállítja erre szintre, ezzel ugye egy időben itt le fog esni nullára a betáplálás. Tehát innentől kezdve nulla a betáplálásunk. És mi szépen fűtünk. Ha mennyiben ez változik, újra információt küldünk, ő is hozzáigazítja a fűtési teljesítményt. A Wi-Fi méter esetében ez másodperc alapú, és hát mondhatni, hogy watt pontossággal, tehát ez egy nagyon precíz mérés, és nagyon gyors mérésről beszélünk, tehát itt igazából betáplálásról innentől kezdve nem nagyon lehet szó. A lényeg ugyanez az aktornál is, ennél a másik gépnél, ugyanúgy az aktor is, és az ACL 2 is, mind a kettő kompatibilis a Wi-Fi méterrel. A mérés, hogy működik, milyen típusú ez a mérő. Itt látszik ez az egyszerűsített ábrám. Itt ugye a feszültség bekötések vannak, ugye három fázis és a nullás vezeték. Itt a másik oldalon itt látszik, ez a három kis ilyen kapocszerű jel, ezek az árammérők, ezek ugye ilyen transformátorok, ilyen kis mérőtrafok, és akkor ezzel mérjük az áram erősséget. Itt ugye figyelni kell arra, hogy a fázisok feszültséget és az áram az ugyan a fázison mérjük, stb. És így képes megmérni a teljesítményt, a beszerelése is egyébként rendkívül egyszerű.
Válaszolt itt a Wi-Fi méter után, hogy sokszor felmerül például a kérdés, hogy amikor a kuncsafnál az elosztó szekrényben már tele van mindenféle műszerrel, kütyüvel, nem fér már be semmi, mit lehet csinálni? Tehát akkor nem tudjuk már ezt a Wi-Fi métert beszerelni. Ehhez számos céggel állunk kapcsolatban, ők ugye kompatibilis gyártóknak hívjuk őket, akikkel nem csak egyszerűen csak egy partneri viszonyban vagyunk, hanem valós kommunikációt alakítottunk ki. Hozzunk itt pár példát. Tehát kezdjük itt, vagyunk itt a akkumulátor gyártóknál, ugye Varta, Edre, DC, pár egyebek, ezek ugye a nagyon régi partnereink. Itt valóban arról van szó, hogy az adott gyártó cégnek benn van az invertere, illetve az ő mérőórája, ami ugye ezzel a Wi-Fi méterrel összehasonlítható. Tehát ő már egyszer megcsinálja ezt a mérést. Tehát megvan egyszer már a mérési eredmény, innentől kezdve Wi-Fi méterre nincs szükségünk. Tehát ez a mérési eredmény, ha egyszer már megvan, akkor mi ezt a partner cégtől ki tudjuk olvasni, vagy ő aktívan fogja nekünk ezt elküldeni, attól függ, milyen a kapcsolat vele, hogyan lett definiálva, és ugyanúgy tudjuk, hogy mennyi a túlteljesítmény. Tehát innentől kezdve pontosan ugyanúgy fog működni, mint hogyha a Wi-Fi méter lenne benne. Pár szót még itt talán a többiekről, az inverterekről, ugye itt látsz, fel van a sorba azok az inverterek, akik velünk ugye kooperálnak, illetve akivel kommunikációt tudunk fölépíteni, ugyanúgy vannak a smart home rendszereknek is ugye egy elég széles palettáját lehet itt látni. Amik szépen lassan kúsznak be, ezek az elektromos autó töltőállomások, itt ugye Keb, az Eaton, az OpenWB, tehát ez is működik, tudunk úgy kommunikálni ezekkel a töltő rendszerekkel, hogy amikor a többlet van, tehát betáplálás lenne, tehát egyszerűen maga a rendszer többet termel, mint amit elfogyasztunk, akkor tudunk egy információt küldeni a töltőállomásnak, hogy most van az az időpont, amikor ő tudja tölteni az elektromos autót tisztán napelem energiával vagy teljesítménnyel. Jó. És akkor nézzük meg ezt az új terméket, az AC-Elva 2-est. Picit a fölépítésről, ugye látszik rajta itt a háttérben, ez itt egy fűtőszál, ez kerül be magába a boilerbe, illetve a puffer tartályba, ugye a fej az kívül marad. Ezen található egy érintőképernyős display. Ja, ez van egy ilyen touchpen, illetve kézzel, ujjal is ugyanúgy rá lehet pöttyögtetni. Rendkívül egyszerű a használata. Rányi mindig azt szoktam mondani kollégám, hogy aki egy mobiltelefonnal képes papírkózni, annak ez gyerekjáték lesz. A fűtőszál maga az ugye 3,5 kW-os, ez egy kis előny, itt hogy látszik a jobb alsó sorban az AC-elvei, ezt váltja le, tehát ez már gyakorlatilag egy kifutó modell. Ennek a továbbfejlesztett változata ez. Ő még 3 kW-os volt, ez az új, ez már 3,5 kW-os, tehát gyakorlatilag ugyanazért a pénzért gyakorlatilag nagyobb teljesítményt kapunk. Ami még fontos ennél a terméknél, hogy Wi-Fi képes, tehát a kábelekkel nem feltétlenül muszáj küzdeni, tehát hogyha olyan helyre kell éppen applikálni, vagy beépíteni ezt a képet, ahol a kábel, az Ethernet kábel bevezetés kicsit macerás, nem probléma, mert Wi-Fi-vel megoldható. Ugyanakkor van Ethernet, tehát az RJ45 csatlakozója van, és tehát ugyanúgy Ethernet kábellel is lehet üzemeltetni. Amint itt alul próbáltunk egy ilyen szimbólummal mutatni, az, hogy fizikális beszerelése magába a tartályba, tehát amikor a fűtőszálat becsavarjuk, tehát itt ugye a fűtésszerelőknek ugye elsősorban általában azok szokták ezt megcsinálni, ők szokták megcsinálni, ez teljesen elkülönül az elektromos bekötéstől. Ez korábban nem volt így, ez egy új fejlesztés. Lényeg az, hogy a fej és a fűtőszál külön, ezt
valóban külön lesz, külön van szállítva, tehát egy dobozban, de szétszerelve van szállítva. Először a fűtésszerelő be tudja szerelni magát a fűtőszálat, tehát őt nem zavarja ez a fej, és a később, hogyha egy elektromos szerelő megérkezik a bekötés, az akkor csak a már kézbe kötött és a feltöltött puffer tartályba lévő fűtőszálra fogja rákötni ezt a fejet. Ugye még egyszer, amit az előbb is mutattunk, ugye az kerül bemutatásra, itt felül van a napelem, itt lejön az áram, a inverter mérő, itt a Wi-Fi méter. A Wi-Fi méter ugye a kábel nélküli kommunikációval ugye küldi el az információt először a routernek, majd a router, vagy kábel nélkül küldi tovább, ugye Wi-Fi-n keresztül, vagy pedig ugye Ethernet kábel, az, amit szaggató a kötésben van jelenve, mert ez ugye egy opcionális megoldás, tehát úgy küldi tovább a... Ez jelentősben megkönnyíti a rendszernek a beszerelését. Néhány technikai információ magáról a gépről, itt az alsó részét látjuk. Kiemelve, itt ahogy mondtam, ugye van egy LAN kapcsoló, van egy Wi-Fi kapcsoló része, itt van az elektromos bekötése, ugye fázis nullás középen a földelés, van hozzá, itt alul ez a kis luk, ez gyakorlatilag egy menet metszet magában a gépben, tehát amikor ezt a zöld csatlakozó részét ugye bedugjuk, akkor utána ezt oda lehet csavarozni. Tehát egy nagyon erős, stabil bekötést biztosít, úgyhogy nem lehet véletlenül kirántani, ami esetleges biztonsági problémákat okozhatna. Ugyanez érvényes itt erről a potenciálmentes csatlakozóról. Tehát ebben nincsen semmi feszültség, alapesetben. Ha bekötünk hozzá ide a középső pontra, akkor ugye tudjuk kapcsolni a bekötött feszültséget vagy a jobb vagy a bal oldalra, tehát itt ugye a jobb oldalon van a normally close bekötés. Ez a soros bekötés itt, pontosabban ez az a több pines bekötés, ennek több funkció is van. Van egy, az Ethernet-en kívül van az RS485-ös csatlakozó, ugye? Illetve lehet PWM szignállal is a gépet irányítani. Itt van a pinnek a temperatúr szenzor, tehát a hőmérséklet szenzornak a bekötéséhez, illetve további irányítási megoldás. Az hiszem, itt mindent átbeszéltünk. Itt ugye még egyszer egy kicsit összefoglalva mutatjuk meg, hogy még egyszer az előnyöket, a technikai adatokat. Itt magáról a fűtőszáról, annak hosszáról, hogy mennyi a hőmentes zóna. Ez ugye ez a puffer tartálynak a szigetelése miatt fontos, tehát a fűtőszálnak azon része, amelyik valóban a fűtés teljesítményt leadja, az teljes mértékben a vízben kell lennie. Ez fontos. A biztonsági hőkioldó, ez korábban olvadóbiztosítékos volt, ezt lecseréltük, most ez visszaállítható, tehát ez egy reset hőkioldó, tehát hogyha bármi miatt ugye kioldana, akkor meg lehet keresni hibát, utána később azonnal vissza lehet állítani, és újra üzembe lehet helyezni a gépet. Amit még esetleges fontos megjelölni, ami még kérdésként felszokott merülni, ez a színuszforma áramfelvétel. A legtöbb áramszolgáltató vagy a hálózati engedélyes a 200 watt fölött a tirisztort nem engedélyezi. Tehát ezért ugye mindig a maga a beszerelő, az elektromos szerelő az, aki felelős, hogy ezt ugye betartsa. Itt nálunk ez nem probléma, mert nem tirisztorral működik, hanem tranzisztorral, tehát teljes színuszformát ad le a gép, illetve teljes színuszformát vesz fel, és semmiféle negatív visszahatása nincsen a rendszerre. Kicsit vissza témához a tárolás. Úgy, miért is érdekes az, hogy itt a napelem többlet teljesítményét ugyan tudjuk eltárolni, illetve az hogyan hat ki később majd a gazdaságosságra. Tehát ugye a zöld ábrán látszik, hogy különböző az alsó tengelyen különböző nagyságú
rendszereket rajzoltunk fel, ezeknek számoltuk ki a saját felhasználási arányát. Látszik, hogy minél nagyobb egy napelem rendszer, annál gyengébb, annál kevésbé van kihasználva, hát a saját felhasználás részaránya az rendkívül esik. A mai környezetben, jogi környezetben, ami ugye még friss és ropogós, ez azt jelenti, hogy itt mondjuk egy ilyen nagyobb rendszer esetén, olyan 20-30%-os kihasználása esetén azt jelenti, hogy maga az egész napelem rendszer kb. 80%-ban ki lenne kapcsolva, vagy le lenne szabályozva. Nem beszélve ugye az esti időszakokról. Ez ugye, az hiszem ez volt pont az a pont, ahol a legtöbb napelemes cég ugye pánikban tört ki, illetve kapart a félt, hogy mit is lehet tenni. Ahogy említettem, az első gondolata az volt, hogy akkor oké, fektessünk be, adjunk hozzá egy akkumulátort, és akkor jobb lesz. Ez a szürke ábra, amit itt lehet látni, ez valóban így is van, tehát látszik, hogy egy ugrásszerű növekedést lehet elérni azzal, ha egy akkumulátort berakunk, de hát ez rendkívül költségintenzív. Ha viszont megnézzük azt a verziót, hogy a fekete ábrát, hogy csak termikus tárolókat adunk hozzá, tehát akkumulátor nélkül, akkor látszik, hogy ezzel gyakorlatilag sokkal nagyobb hatékonyságot lehet elérni. Termikusan tároljuk az energiát. Tehát ugye, hogy említettem, melegvizes tárolókba, tehát fűtésre, fűtővízre, melegvíz felhasználása, illetve a puffer tartályba, amit ugye később akár radiátorban, akár padlófűtés, vizes padlófűtésben ugye be lehet vezetni az épületbe. Ha kettőt összevetjük, akkor még ugye, akkor logikusan egy még nagyobb megtérülést lehet elérni, illetve még nagyobb kihasználtságot lehet elérni. Tehát ez az ábrát ajánlom a figyelmükbe. Kicsit ez is lenne az első igazából üzenete ennek a mai webináriumnak, hogy hogy is tudjuk valójában a napelemeket mégis úgy üzembe helyezni, értékesíteni, a kuncsoftokat meggyőzni arról, hogy az a napelem rendszerek igenis működnek, még ebben a jogi környezetben is, tehát ennek vannak létjogosultsága. Meg kell találni a formákat, úgy gondolom, hogy a MyPV erre ad egy lehetséges megoldást. Ha már említettük, hogy az akkumulátor és a melegvíz tároló, az gyakran felmerül egy kérdés, hogy nem zavarják ez a két tároló, nem zavarja egymást, tehát hogy hova tároljuk az energiát, ugye? Mind a kettő azonnal mindent fel akar használni. Ezt ugye intelligensen meg lehet oldani, erre több megoldás is van, ebben most nem megyek bele, ez a technikai részlet. Lényeg az, hogy meg tudjuk oldani a priorizálást, tehát itt látszik, hogy a reggeli órákban, amikor elkezd a napelem termelni, és ugye többlettermelés alakul ki, akkor ezt jellemzően először az akkumulátor, amennyiben van akkumulátor, ugye az akkumulátorban tároljuk el, amennyiben ez telítődik, akkor a rendszer képes kommunikálva, vagy egyszerűen csak az elektromos szabályozó rendszeren keresztül átkapcsolni, és innentől kezdve, amit nem leszabályozunk a napelemet, hanem tovább tároljuk. Melegvíztárolóban, vagy akár az megtelik, mert hogy annak is lehet véges a kapacitás, akkor belemegyünk az épületnek a fűtésébe. Itt ugye lehet elektromos fűtést úgy is értelmezni, hogy direkt fűtésben, az aktor képes erre, tehát elektromos padlófűtéssel, falfűtésekkel, infravörös panelekkel, itt ugye a kompatibilis partnereknél, gyártóknál is fel volt sorolva jó néhány ilyen gyártó, aki mint mondjuk úgy, hogy fogyasztó, vagy tehát mint elektromos fogyasztó szóba jöhet a mi termékeinkkel. Kicsit a pár szót ejtsünk a kuncsoftokkal való kommunikációról. Elsősorban erre született meg ez az eszköz, a PowerCoach. Itt arról szól a történet, hogy ez egy online, az a mi honlapunkon megtalálható egy online számoló, ami kifejezetten arra alapul, hogy egy adott méretű napelemet, adott méretű háznál és fogyasztókkal meg benne
lakó személyekkel, ez körülbelül hogyan lehet úgy nagyjából megsatszolni. Tehát itt nem egy pontos szimulációról van szó, hanem ez egy arról, hogy a kundschaft, ugye, aki érdeklődik a napelemünk iránt, ugye a napelemes rendszer iránt, az elsősorban, de mégis mire számítson. Ez egy rendkívül egyszerű, intuitív, felhasználható rendszer. Itt ugye látszik ezek a kis zöld pöttyök, ezek olyanok, mint a potenciométeren a csúszkák. Ezért csak csúsztatni kell őket, azonnal mutatja a rendszer a beállítást, és amikor kész vagyunk a beállítással, akkor ugye megszületik a végeredmény. Ezeket el tudjuk menteni, el tudjuk magunknak küldeni, ezen a részen, e-mailben el tudjuk küldeni egy PDF formájában, több variációt lehet vele kiszámolni, és az alapján az emberek kicsit ugye el tud gondolkodni, hogy akkor valójában nekem mekkora napelemrendszerre lenne szükségem, ehhez milyen MyPV terméket tudok csatlakoztatni, melyiknek van értelme az én esetemben, stb. Egy fontos részét hadd említsem meg, ezt is már be van építve, tehát itt a location, ugye itt mutatja, tehát ugye a helyet. Két magyarországi település van betáplálva, az egyik értelemszerűen Budapest, a másik pedig Szeged. Tudatosan választottuk a két helyet, megnézve a Magyarország besugárzási térképét. A Budapest jellemzően alul reprezentált, Szeged pedig éppen, ugye ez, mint tudjuk, az a napvárosa, tehát igazából ott várható a legtöbb napsütés. Ezt felfoghatjuk úgy is, mint két szenáriót, tehát egy maximum és egy minimumot, és valahol a kettő között lesz az igazság, hogyha ezt is erre is csinálunk egy variációt. Lépjünk tovább kicsit az aktor termékre. Ugye mondtam, ez a ilyen pillanatban a zászlós hajunk. Kicsit külön is bontjuk, csak aktornak hívtam igenéig. Valójában ez két különböző kép, ami is nem is annyira különbözőek. A baloldali az aktor, simán. Itt látszik az alján egy nagy konnektor. Ez egy rendes, szabványméretes 230-as konnektor, amit Magyarországon is mindenhol használunk. És van hozzá ugye ugyanolyan dugvilla, így ez fixbe be van kötve. Ez egy egyfázisú gép. A méretében teljesen megegyezik a mellette lévő társával, az Aktor 9S-sel. Jól látható a különbség az alján, tehát ugye fölül kívülről szinte teljesen ugyanaz a gép, igazából a diszplé is teljesen ugyanaz, maga az alja az, ami különbözik. Itt a jobb oldali gép alján ugye látszik, hogy ott három kimenet is van. Ugye ez az Aut 1, Aut 2, Aut 3, mindegyiknél megvan a fázis, a földelés és a nullás vezeték. És a jobb oldalon pedig van egy ötfázisú csatlakozó, ez ugye ez a betáplálás. Betáplálásnál fogjuk bekötni a hálózatra. Ezen a három kimeneten pedig rá tudjuk kötni a három fogyasztóra, tehát mondjuk egy 9 kW-os fűtőszára, vagy pedig három darab 3 kW-os fűtőszára. Aktornak egy fontos jellemzője azok az üzemformák. 7 üzemformát listáztunk ki. Ezek közül most kettőbe bele fogunk egy kicsit mélyebben menni, mert ezt találom elsősorban érdekesnek. Az M1-es és az M5-ös. A többiről a üzembe, tehát a menüelben, a használati útmutatóban, elnézést, használati útmutatóban, illetve a bekötési útmutatóban találnak több információt, ott részletesen le vannak írva. Ezeknek a magyar nyelvű változata később fog megérkezni, ezek még jelen pillanatban nincsenek meg, de amint ugye a piacról érdeklődés mutatkozik, és érdemben fogjuk tudni ezt kezelni, akkor ezek is meg fognak születni hamarosan, tehát ez igazából ez egy nem komoly probléma. Az M1-es és az M5-ös nézzük meg, akkor most egy kicsit üzemformát nézzük meg közelebbről. Az M1-es, ez a klasszikus, ugye
melegvíz készítésre használjuk, itt látszik is. Wi-Fi méter, az aktor, ugye az inverter után kapja a teljesítményt, majd utána három fázisra elosztja, ez egy jelen esetben egy 9 kW-os fűtőszál, oda van bekötve, és ezt a tartályt itt 9 kW-tal maximális teljesítménnyel képes fűteni. Most eszembe, talán ezt még nem említettem meg, ezt a 9 kW-ot, pontosabban mindig csak a maximális teljesítményt említettem. Fontos, az összes termékünkre igaz, hogy tehát lépcsőzet nélkül, tehát folyamatosan egy folyamatos teljesítményt tud biztosítani, tehát nem lépcsőzetes a teljesítmény léptetése, hanem folyamatos. Egy másik formája itt ennek a melegvíz, M1-es melegvíz felhasználásnak, amikor három fűtőszálat azt kötünk be az aktorhoz. Itt ugye jellemzően ugye magasságban is elkülönülnek, van egy alul, egy középen, egy felül. Meg főleg mondjuk a téli időszakban van a jelentőség, amikor kevesebb a besugárzás, itt nem kell az egész tartályt felfűteni. Ami fontos, hogy az a napi energia, amit a napelem megtermel, mint többletet, amit fel tudunk használni, az nem az egész tartályba kerül eloszlásra. Az egy nagyobb tartálynál ugye érdekes, mondjuk egy ilyen 500-800 vagy 1000 literes tartálynál, ott egy nagyon csekély hőmérséklet emelkedése számíthatnánk, ugye, egy téli nap. Viszont ha maga sorrendje, mert ez definiálható, hogy milyen sorrendben legyenek ez a három fűtőszál befűtve, itt jellemzően a legfősőre koncentráltunk, tehát ez mindig az első. Így egy téli napon, amikor kevés napelemes energiát tudunk felhasználni, akkor ez mindenre a tartálynak a főső részébe koncentrálódik. Mivel ide koncentrálódik, kevesebb vízmennyiségbe kerül be ez az energia, tehát egy jóval magasabb hőmérsékletet fogunk tudni vele elérni. Az jó van dimenzionálva, akár a napi fedezetet, a napi melegvíz fedezetet teljes mértékben fedezheti is, vagy esetleg csak egy csekély mértékben kell. M5-ös üzemmód, ez egy kombináció a melegvíz és a háznak az elektromos fűtésével. Itt az ábra úgy mutatja, hogy itt van ugye az aktor, az előbb is láttuk, ott a fűszőszál, tehát először felfűtjük ezt a boilert, ezt a puffer tartályt. Legyen mondjuk ez egy sima melegvízes tartály, 200 liter, ez aránylag hamar telítődik, és a nap többi részében megint ott vagyunk annál a szituációnál, hogy hát tegyük fel, mondjuk az akkumulátor tele van, a melegvízes tartályunk tele van, viszont a nap még 7 ágra süt. Aktor esetében itt ugye rá fel tudjuk használni az ohmikus fogyasztókat, tehát itt ugye ez a narancs színnel van szimbolizálva az elektromos padlófűtés, itt van egy falfűtés, vagy akár ezt felfoghatjuk egy infravörös panelnak is, egy ilyen infravörös fűtésnek is. Itt ugye, amikor az elején mutattam az ábrákat, volt az 5 kW-ra az akkumulátorra, majd a 15 a melegvizes tartályra és a 25 kWh az épület hőtárolója masszájának. Ez nyilvánvaló lett több is. Persze. Az épülettől függő, hogy mekkora, hát ez egy nagyobb négyzetméter számú épületről beszélünk, akkor ez egy jelentősen nagyobb hőtároló kapacitást is jelent, és annál nagyobb energia mennyiségét tudunk eltárolni. Ez azt is jelenti, hogy amikor tervezünk egy napelem rendszert, hogy önök terveznek egy napelem rendszert, akkor egy megengedhető az, hogy egy jóval nagyobb napelem rendszert ajánljunk a kuncsoknak. Itt egy példa, egy ilyen rendszer, ez majdnem közel 11 kW-es napelem van fel hozzá, egy 300 méteres melegvíztartály, 3 kW-os fűtőszállal, és 150 négyzetméteres lakteret, tehát ez egy nagyjából egy olyan átlagosnak mondható laktér, és az energetikai mérték az ilyen kívül
a csony, tehát 50 kWh, ha jól emlékszem, a mostani szabályozás ennél azért többet is megenged ezen a BB kategóriánál. Tehát az 50 kWh, ez az egyik nyugati, ausztriai standard alapján lett megfogalmazva. Ez egy német, vagy Ausztriában ilyen Nidix energiaháznak mondják, tehát egy jelentős, egy ilyen alacsony energiaigényű háznak, illetve hát ez már a passzív házhoz közelít, annak persze nyilván alacsonyabb az értéke, de hát ez már azt annak az értékeit kezdi alulról kapargatni. Tehát ez ilyen rendszereket lehet ugye kiépíteni. Egy pár előnye a gépnek, ugye az üzemez már a bemutatóból elég gyorsan látható volt, hogy arról szól ugye a mi koncepciónk, hogy ezt a napelemes teljesítményt, tehát energiát, ezt mi a hálózatba tápláljuk, ha saját magunknak használjuk fel. Ennek nyilván vannak költség okai, ugye, pro és kontra, tehát ugye a maga beszerzési oldalon, illetve a később a megtérülési oldalon. Ezeket ki lehet később számogatni. A lényeg az, hogy ez a mostani szabályozással, ami annyira sokkolta a magyar napelemes társadalmat, ez jelentősen csökkentető, illetve ez gyakorlatilag ezzel párhuzamos, illetve ennek az irányába tudja elmozdítani a napi tervezéseket. Egy további fontos információ, az még ideig nem került itt a remélem a szóba. Fejlesztettünk egy saját adatfelhőt, egy adat data cloudot. Tehát arról saját szerveren fut, teljesen saját fejlesztés alatt, teljesen saját kézben. Mind az ACLY2-es, mind a két aktor képes arra, hogy ebbe a felhőbe becsatlakozzon. Ezt maga a kuncsaft is meg tudja oldani, tehát ez egy végfelhasználó barát megoldás. Be tudjuk kötni a gépet, és így távolról is el tudjuk érni az otthon lévő gépünket. Tehát ténylegesen akár mobiltelefonon keresztül, tehát ugye ez egy HTML applikáción keresztül, ez Data Cloudon keresztül ki tudjuk kapcsolni, be tudjuk kapcsolni, ha erre van igény. Ami lényeges, főleg a felhasználók számára, hogy ezt nagyon kedvelik, az adat rögzítés, illetve ehhez a jobb oldalon látható adatchart, tehát ugye a diagram. Ez nem alapból működik, ezt be kell kapcsolni az adatvédelmi jogszabályok miatt, de egy klikkel bármikor megoldható, kikapcsolható, bekapcsolható. A napelemes cégek részéről, tehát akik ugye ezeket a napelemek, illetve majd esetleg a mi gépeinket értékesítik. Azért érdekes, mert biztosítunk magához, a beszerelőknek is biztosítunk hozzáférést. Így, itt a bal oldalon látszik, kevésbé látszik, de itt a bal oldalon látszik egy lista. Ez nem más, mint ez most éppen itt fiktív nevek, tehát ugye ez egy demo verzió, egy fiktív nevek, tehát itt különböző családoknak a listája szerepelt, ahova belettek építve, ugye elméletileg a mi gépeink. Alulról az utolsó előtti kicsit kékkel, világos kékkel van színezve, erre lett éppen ugye ez a család ki lett kiválasztva, ott látszik, hogy ehhez a családhoz milyen gépek lettek beépítve, itt vannak hozzá a széria számok is. Ha erre még rá kattintanánk, akkor be tudnánk menni a gépnek a beállításaiba, és tudnánk kezelni ezt. Ez a napelemes cégeknek, illetve a munkatársainak az azért fontos, mert ha a kuncsot felhívja önöket, hogy ez a baj, az a baj, amaz a baj, akkor az első lépés nem az, hogy odafutunk autóval és megnézzük, hanem az, hogy fölmenjünk az internetre, ebbe a felhőbe, és megnézzük, hogy mik a beállítások. Tapasztalatunk szerint általában, vagyis mondhatni azt, hogy nagyon gyakran egyszerűen valamit elállítottak, elpötyögtek, már nem tudják visszaállítani, és itt kezdődik a baj, önök ezt egyszerűen csak távolról rendesen visszaállítják, és onnantól kezdve megvan oldva a probléma. Be se kellett ülni az autóba. Információkat honnan
kaphatnak tőlünk, elsősorban a honlapról. Van ugye az FAQ kategória, ahol összegyűjtöttük a gyakori, ugye tényleg gyakori kéréseket. Számunkra nagyon előnyös, főleg én elsősorban a supporton dolgozok, ez ugye rendkívül megkönnyíti a munkánkat, mert tényleg ezeket a napi kéréseknek utána lehet járni. Jelen pillanatban angolul és németül. Fönn vannak a kompatibilis gyártók. Ha meglátogatják ezt az oldalt, ott vannak aktív linkek, ahol el lehet jutni a beszerelési útmutatóhoz, ami kifejezetten ahhoz a gyártókhoz tartozik, tehát specifikus. Ezek általában egy rövid, két-három oldalas, viszont tele vannak precíz pontos információkkal, képernyőkivágásokkal, stb. Termékvideók, YouTube-on található elsősorban, MyPV-nek van egy YouTube csatornája, ott megtalálják a régi webináriumokat, ha jól tudom, ezt a webináriumot is fel fogjuk tenni majd később a YouTube-ra. Adatlapok, és igen, ezek a beszerelési útmutatók, kapcsolási rajzok, ugye beszerelési útmutatán végén, az általában nehéz megtalálni, kapcsolási rajzok, tehát ott rendes szakrajzok, kapcsolási rajzok, precízen vannak írva, hogy hogyan kell elektromosan a gépeket összekapcsolni és bekötni. Igen, igen, itt a webinárium felvételeket, most külön vettük, a termékvideókhoz inkább ilyen promóciós videók. És illetve az esettartományok vagy ilyen referenciák is megtaláltok, valamint számos más egyéb többi apróság és érdekesség. Ugye itt látható maga az a YouTube csatorna. Ez elsősorban, amit találni fognak, ezt a fiatal embert úgy hívjuk, hogy Reinhard Hofstetter kollégánk, és a supporton kezdett, gyakorlatilag most ő vezeti ezt a webináriumot, tehát németül is angolul elsősorban ő tartja a webináriumot, az én esetem most kivételes az anyanyelvi adottságok miatt. Remélem, hogy itt nem fejtettem ki semmit, hogy sikerült önöket így jelentős mértékben tájékoztatni. Empowering the solar future.